Szia! A 2023-as tavaszi érettségi időszak digitális kultúra középszintű érettségi feladat sorából a kitaláló feladatot, a programozás feladatot fogom megoldani. Python nyelven fogok kódolni a legvégén, de ha csak a kódra vagy kíváncsi, igazából nem ez a te videód. Én ugyanis azt szeretném neked megmutatni, hogy hogyan gondolkodtam. Hogyan tanítom meg a számítógépet arra, hogy egy problémát megoldjon? Ugyanis a programozás nem más, mint a számítógép megtanítása arra, hogy hogyan oldjon meg egy problémát. Na, fogjunk hozzá a feladathoz! Hajrá! Ha te is azok közé tartozol, akik ismerik az összes utasítást, vezérlő szerkezetet, minden, de valahogy mégsem jön össze rendesen a kód nagyon nagy kínlódások árán, akkor érdemes ezt a bevezető szakasz, illetve ezt az első részt, ezt végighallgatnod. És csak utána a kódolás. Lehet, hogy a kódolás már utána tényleg meg tudod csinálni önállóan. Ha nem érdekel, menj rögtön a végére. Na nézzük! Miről is szól ez az egész probléma megoldás? A probléma megoldás arról szól, hogy van egy megrendelő, aki jön egy általános rizsával, hogy mit szeretne, ha a számítógép megoldana, a számítógép csinálna. Ezt ő elmondja a saját kis nyelvén. Na ez az általános rizsa, ami ide le van írva az érettségi feladat elején. Mi áll rendelkezésre, meg hogy hogyan kell játszani a játékot, stb. Stb. Ezt neked először a probléma megoldás első lépéseként specifikálnod kell. Ki kell válogatni belőle a lényeget. Mi az, ami valójában? És ez a specifikáció is le van írva ott kapásból a feladatban. Készíts programot, amely a megadott szavak közül véletlenszerűen. Bla, bla, bla. A második rész akkor most már az, hogy határozzuk meg, hogy milyen adatok állnak rendelkezésünkre, milyen bemenő adatokra lesz szükség, és mi az, ami a kimenet. Tehát az egész úgy, ahogy van, lépésről lépésre, most már elkezd lebontódni számítógép által megoldható feladatokra. Tehát, például azt mondja, hogy amelyben a megadott szavak közül, hát hogyan tároljuk a megadott szavakat? Általában listában, igaz? Vagy a felhasználó típje, vagy rejtett szó, ugye? Milyen változókra van még szükségünk? Tehát itt van a specifikációban mindez leírva, hogy kell a véletlenül kiválasztott szónak, kell a típnek változó, sőt, igazából még bővülhet a lista, hiszen az egész specifikáció maga a feladat leírás úgy, ahogy van. Na nézzük akkor, hogy ha már nagyjából megvannak, akkor ezt hogyan kell kódra váltani, legalábbis hogyan lesz ebből algoritmus, és az algoritmust utána hogyan váltott kódra. Tehát itt vannak például a bemenő adataid. Én programszerű, mondatszerű leírásban fogok dolgozni, ami azt jelenti, hogy nagyjából emberi nyelven, de kicsit formalizálva írom le a dolgokat. Tehát vannak adataink, már a szavak listában. Az első feladat meg pont az a digitális kultúra érettségében, hogy azt mondja, hogy megadott 15 szót rögzítse. Hát hozd létre a szavak listáját. Ez egy mondatszerű leírás. Az, hogy ezt te már tudni fogod kódra váltani, ezben biztos vagyok. A második feladat meg a rejtett szót válassza ki a rögzített szavak közül. Véletlenszerűen. Voilà! Válasz ki. Egy véletlenszerűen egy rejtett szó. Pitty! Készen vagy. Ha tudod hozzá az utasítást. Van rá utasítás. Harmadik. Hát ez már egy kicsit bonyolultabb. Ugye itt írja le, hogy addig kéregesd be a tippet, amíg ismerté nem válik az összes betű. Kivéve, ha stopszót írja be. Tehát ez a specifikációban is le volt írva, de az első rész az az, hogy kérd be a tippet, a második rész az, hogy adj választ arra, hogy helyesen tippelte, a harmadik meg az, hogy ismételd ezeket a lépéseket, ezt a két lépést addig, amíg, vagy ki nem találja a tippet, vagyis az összes betű ismerté nem válik, vagy pedig a stop szót be nem írja. Voilà! Csak hogy ez még nem egészen szép mondatszerű leírás. Ezt egy kicsit pofásítani kell. Egyrészt problémánk lesz a vaggyal, másrészt pedig ennek a pofáját is egy kicsit át kell szabni. Ez így néz ki, amikor átszabjuk bizonyos értelemben, hiszen kell egy ciklus, ahol tippet kérünk be,
választ adunk arra, hogy mennyi volt a helyes betű, eltalált betű, és mindezt addig ismételjük, amíg nem helyes vagy nem stop. Ezzel a feltétellel még lesznek gondjaink, de most egyelőre nekünk ez buli. Hát kivéve akkor, ha Python-t használsz. Ugyanis ez csak akkor működik, hogyha a programozási nyelv ismeri a hátul tesztelő ciklust. Márpedig a Python nem ismeri. Ilyenkor egy másik szerkezetet, algoritmus szerkezetet kell használnunk. Ki kell emelnünk a kivételt, és utána elől tesztelnünk. Ezt tudja a Python. Ez így néz ki. Bekérünk a tippet, most már van tippünk, tehát tudunk kiértékelni, hogy be kell lépni a ciklusba, vagy sem, és utána helyes választ adni arra, hogy mit talált el, illetve bekérni az újabb tippet. Mindezt addig ismételni, ameddig az összes szó vagy betű ismerté nem válik, vagyis eltalálta az egészet, vagy pedig a stop szót nem írta be. Voilà! Mennyire egyszerű! Tulajdonképpen készen vagy a programmal, majdnem. Ugye, ezeket ismered. Hoz létre egy listát, egyenlő és felsorol a szavakat. Aztán a véletlenszerűen kiválasztottra van egy random utasítás készlete a Pythonnak, és ebből viszont a choice metódus lazán ki tud választani egy listából egyetlen értéket. Bekérni egy tippet, input. Ciklus szervezni, while. Csak hogy. Már itt eleve bele fogunk futni egy olyan dologba, hogy a tipp nem helyes vagy nem stop, ezt valahogy meg kell helyesen fogalmazni. Mi a feltétel valójában igazából? Na, elemezzük ezt egy kicsit. Nem mondom, hogy nem lesz unalmas, de ez fontos. És hogy miért csináltam ezt a táblázatot? Hát mert itt formális logikáról van szó, nem pedig a beszélt nyelvről. Ezt sajnos kénytelen vagy megérteni, hogy legközelebb, ha neked kell egy feltételpárt kiértékelni, akkor azt hogyan tudod megtenni? Érdemes papíron ezen elgondolkozni. Ugyanis emberként ez egy teljesen normális mondat, hogy ismételj valamit addig, amíg a tipp nem helyes, illetve a nem stoppot írt be az illető. Addig kell ismételni. Oké, rendben van. Ez így működhet emberként, formális logikai értelemben nem. Na most az utolsó sor az eleve nem kell, csak a biztonság kedvéért tettem oda, hogy ez is lehetne, de ugye egyszerre nem lehet az, hogy a helyes tipp, ami maga a stop, mert mind a kettő igaz, hogy azt írta, hogy stop, és ez a helyes tipp. Tehát ezt nyugodtan nem kell elemeznünk. Ezért most nekiállhatunk az elejétől. Tehát ott van, hogy a tipp helyes. Ez nem igaz. Nem jó tippet adott meg. És nem is a stop szót írta be. Tehát mind a kettő hamis. Mivel ez le van tagadva mind a kettő, ezért a tagadás negálja az igazság értékét az adott változónak vagy állításnak, és ezért ezek igazak lesznek. A vagy úgy működik, hogyha az egyik igaz, akkor igaz, de itt mind a kettő igaz, tehát igaz a vagy értéke. Magyarul a ciklus, amíg utáni feltétel kiértékelése igaz, tehát belépünk a ciklusba. Magyarul választ adunk a helyes találatokra, és bekérjük a tippet. Jön a következő. Az illető helyesen tippel, nem a stop szót írta be. Ekkor negálódik ugyanúgy a két állítás, azonban továbbra is igaz a vagy feltétel, mert az egyik állítás még mindig igaz. Tehát belépünk a ciklusba, ami nekünk nem jó, hiszen már megvan a helyes találat, nem kell választ adnunk, és nem kell új tippet bekérnünk. Tehát a vagy nem jó. Kiderült a táblázatból. Na nézzük, hogy ha és írunk ugyanebbe az állításba, akkor vajon mi lesz a helyes válasz? Az utolsóval ugyanúgy nem foglalkozunk, az első teljesen korrekt, az első sor, hiszen mind a kettő igaz, a tipp nem helyes és a tipp nem stop is igaz értéket ad a kiértékeléskor. Ezért az és feltétel is igaz lesz, tehát belépünk a ciklusba, mert nem a helyes megoldást adta, illetve nem azt írta be, hogy stop. Na de a következő sor. A tipp helyes, igaz, a tipp pedig stop, nem stop. Tehát nem azt írta be, hogy stop. Magyarul, megfordítva ugyan az állításukat negálva,
akkor is az észfeltétel hamis lesz, mert csak az egyik igaz a kettő közül, tök mindegy, hogy melyik jelen pillanatban. Ezért már nem lépünk be a ciklusba, mert ez a feltétel hamis, tehát kiléptünk a ciklusból. Magyarul, ha helyes állítás, helyes tippet adott, kilépünk a ciklusból. És ugyanez történik, ha a stoppot írja be. Ha stoppot írta be, ugyanúgy hamis lesz az és, mert csak az egyik igaz, és ezért nem lépünk be a ciklusba, tehát kilépünk a ciklusból. Voilà! Már is megvan a jó állítás. A tipp nem helyes, és nem stop. Azonban hagyd mutassak egy harmadik lehetőséget, ami szintén jó az előzőhöz képest is. Tip helyes, tip stop, tehát a valódi értékeket állítom, és ezt az egészet vaggyal kapcsolom, és letagadom egyben az egészet. Kicsit csemegézz a táblázaton, érdemes, hogy megértsd a formális logika gondolkodását, illetve eredményeit. No akkor, itt tartunk. Király, most már van egy jó feltételünk a ciklusban, és ugye az agy választ a helyes találatokra, hoppá, hoppá, ezzel némi gond van. Ugyanis eddig mindent utasításra tudtunk választani, sőt, még a utána következő kértve a tippet is. Azonban ez az agy választ a helyes találatokra, ilyen utasítás nincs. Ezt el kell neki magyarázni. Na, amikor fogod és leírod az algoritmusodat, hogy hogyan fog működni a dolog, akkor ez az, amit úgy hívnak, hogy döntés-elhalasztás. Döntés-elhalasztás elve. Tudod, hogy meg kell oldanod, ráérsz később megoldani. Na nézzük, mi az a döntés-elhalasztás. A döntés-elhalasztásban ugye meg kell határoznod most már leírásban, csak erre válaszolva, hogy mi is az, hogy választ adunk a helyes betűket, meghatározzuk valamilyen úton módon. És ez a feladat általános leírásában, a rizsában ott volt, hogy ezt hogyan kell megoldanod. Hiszen ott van, hogy választként azt kapjuk meg, hogy a rejtett szóban hol és mely betűket találtuk el. És a talált betűket megjelenítjük, a tévesek helyén pedig pontot írunk ki. Még le is írja, hogy rejtett szó, bicska, babona, b, pont, 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 a. Tehát ez az, amit meg kell valósítanunk. Hogy néz ki a folyamat leírása, csak úgy általában leírva? Tehát egy kicsit mondatszerűbben, már majdnem utasításokra bontva. Tehát azt mondod, hogy kell valamilyen válaszváltozó, ami az elején üres, hiszen nem tudom, mit szerepel benne. Megfogom, és az összes betűt egyenként összehasonlítom. Bicska babonájának az első B betűjét. Mind a kettő B betű, két betű azonos, akkor beleteszem a B betűt a válaszváltozóba. Különben I, A pontot teszek a válaszváltozóba. És ezt ismétlem addig, amíg a rejtett szónak a végére nem érek. Tehát ez a általában, hogy mit kell csinálnom, már tartalmazza magát az utasításokat, csak szebben le kell írni, mondatszerűbben, és utána kódra kell váltani. Na nézzük, hogyan néz ki ez mondatszerű leírásban. Ez egy eltalált betűk függvény lesz. Innentől fogva ez lesz az utasításunk neve. Eltalált betűk. Meg kell kapnia a tippet, hiszen ezt kell majd összehasonlítanod, mert ez mindig változik, a rejtett szó meg mindig ugyanaz. A válasz legyen egy üres string, ez ugye működik, már kapásból fejben utasításra is tudod váltani. Járd be a rejtett szó betűit az indexek alapján. Hát lehet, hogy erre is van már megoldásod, ez is kapásból utasításra váltható. Ha a rejtett betű egyenlő a tipp betűjével, puff neki, ez is egy Python utasításra váltható. Fűzd hozzá a válaszhoz, különben fűzd hozzá a pontot, tér vissza hozzá. Nézd csak, ahogy leírtam a mondatszerűen, lépésről lépésre az algoritmust, már utasításokra is tudom váltani. Tehát definiálok egy új utasítást, először fogom az üres stringet, aztán egy forral indexenként in range bejárom az összes betűt, majd fogom, és minden egyes betűről eldöntöm, hogy az egyenlő a két szóban.
Ha egyenlő, akkor hozzáfűzöm a betűt, különben hozzáfűzök egy pontot. Amikor a végére értem, visszatérek a válaszsal. Gyakorlatilag készen vagy a programmal, majdnem a négyes feladat kivételével. De ez már egy működő algoritmus. Mielőtt a négyes feladatra rátérnénk, azelőtt nézd meg, hogyha ezt már így lekódolod, ez már működik. Hiszen az agy választ a helyes találatokra, amire eddig nem volt utasításunk, most gyártottunk együtt. Egyet itt van, eltalált betűtip. Ő ugye egy válasszal tér vissza, tehát ez azt jelenti, hogy az agy választ a helyes találatokra helyett az kell, hogy írd ki az eltalált betűk tip eredményét. Magyarul, amit visszakaptál, azt kell kiírnod. Eredmény, bla bla bla, ott van. Ugye? Ez az. És a ciklusunk is működik végig. Hát kivéve az utolsó, amiben is a négyes feladatban azt mondja, hogy a stop szó miatt fejeződik be, akkor viszont, ha nem a stop szó miatt fejeződik be, akkor viszont ki kell írnod, hogy hány tippeléssel sikerült megoldani az illetőnek. Vole? Tehát kell egy változó. Megfejtéshez használt tippek szám. Ugye mondtam, hogy kell még. Mivel a bekérés után vagyunk, tehát már is ez egy tippem. Tehát rögtön egyel kezdem az értékét a tippek számának. És minden egyes alkalom, amikor bekérek, akkor közvetlenül növelem is a tippek számát. Ha pedig nem a stop szóval állt le, de kiléptünk a ciklusból, hiszen a válasz helyes már, meg kell vizsgálnunk. Ha nem stop szóval állt le, akkor mi történik? Ki kell iratni? Írast ki a tippek számát. Voilà! Készen vagyok. Minden utasítást ismerek, vagy én gyártottam, vagy már a Python tudta. Készíthetem a megoldást. Hajrá! Én most kódolni fogok, gyorsan, lendületesen, hiszen a magyarázaton már vígan túl vagyok. Ha pedig önálló feladat megoldásra váltasz, akkor is ne felejts el egy lájkot nyomni, hogy mások is értesülhessenek róla. Szia! Na, a kódoláshoz kell egy kicsomagolt érettségi állomány, ott a szavak TXT, és elindítod, én Visual Studio kódban fogok kódolni, Welcome képernyőt bezárom, és az a nagy helyzet, hogy Open Folderrel, tehát megfogom a kitaláló könyvtárat, és egyszerűen ide húzom erre a területre. Innentől fogva van egy kitaláló könyvtáram, amiben meg tudom nézni, hogy mi van a szavakban. Persze megbízom a készítőben, és tehát jobbegérgomb, new file, kitaláló pály, ez kérte a feladat, és innentől fogva írhatom a kódot. Mi is a kód? A kód az algoritmus egyes nyelven leírt változata. Nem rejtett, hanem szavak, hiszen hoz létre a szavak listáját. Hát fogom és egyszerűen átmásolom, mert előkészítették szépen ide, egy listába. Szavaklista. Már készen is vagyok az első feladattal. Jön az, hogy válasz ki a véletlenül rejtett szót. Tehát a randomot kéne, de a random szót nem ismeri, tehát beimportálom a random utasításkészletet, és akkor már tudom, hogy a choice, az ki fogja választani a choice metódus a szavak közül a rejtett szót. Megvan a második utasításom. Kérd be. Tipp legyen egyenlő input, és ugye az van, hogy kérem a tippet, bla bla bla. Oké, ez is megvan. Szépen az algoritmust váltom Python kódra. A tippek száma legyen 1, tippek száma legyen 1. És ezzel is megvagyok. While. Ciklus amíg. Na ugye itt a válasz nem helyes. Hát ugye ott a rejtett szó az, ami nem egyenlő a tippel. Ez az egyik. És a tipp nem stop. A stopot nem ártott volna idézőjelbe írni. Kettős pont. És akkor hogyan folytatódik? Írd ki az eltalált betűket. Hát tudom, hogy majd megoldom, tehát eltalált betűk. Tipp, ezt ki kell írnom, tehát ez az egész utasítás, print, és egy formázott kiírásban egyszerűen azt mondom, hogy az eredmény kettős pont, és kapcsolzárójelek között az eltalált betűk tipp. Aláhúzza már kettő dolgot is, mert nem tudja, hogy mi az.
Ezt pedig újra be kell kérnem a tippet, tehát ide másoltam ezt az egészet úgy, ahogy van. Kell még a tippek számának növelése, így mi, és gyakorlatilag már csak a döntés, hogy mivel léptem ki a ciklusból, tehát ha a tipp nem stop, idézőjelben, azaz, akkor már ott is, akkor egyszerűen ki kell írnom azt, hogy print f, és a tippek száma, bla bla bla. Egy aláhúzásom van, eltalált betűk, tehát oldjam meg, hogy ismerje, tudja, hogy mi az, hogy eltalált betűk. Ctrl-C, és valahova ide előre azt mondom, hogy def. Definiáljam az eltalált betűk utasítást. Először csak azért, hogy működjön már a programom, azt mondom, hogy tér vissza azzal, hogy ez a válasz. És akkor innentől fogva, hogyha elindítom a programot, akkor látom, hogy kéri a tippet, nagyon jó, adok neki valamit. Az eredmény ez a válasz. Kérek egy másik tippet, stop, leáll. Tehát már leáll, meg választ is ad, csak mindig azt, hogy ez a válasz. Innentől fogva pedig követhetem az algoritmusomat, tehát egy üres válaszváltozó után egy ciklus, amelyik indexeket jár be, ezért a range, méghozzá a rejtett szónak a hosszáig, i in range, és minden egyes ciklusban döntök egyet, hogy a rejtett i-edik éppen aktuális indexű eleme egyenlő-e a tip aktuális indexű elemével, vagyis a két betűt hasonlítom, ha egyenlő, akkor a válaszhoz hozzáfűzöm a rejtett i-edik tagját, i-edik elemét, különben pedig a válaszhoz egy pontot teszek hozzá. Innentől fogva nem jön más, mint az, hogy tesztelem egy kicsit, hogy valóban működik-e. Ha vakon tesztelem, akkor elhiszem neki, hogy mit rejtett el, de hát ez nem sok mindenre vezet. Ebből azokból kifolyólag érdemes egy fél pillanatra beleírni azt, hogy print rejtett, tehát hogy kiíratni azt, hogy mit kell kitalálni, és innentől fogva tippelgetni és próbálgatni, persze ezt nem elfelejted majd a végén kikommentelni. Abban a pillanatban, hogy ez tetszett és működik, légy szíves egy lájkkal jelezd, hogy mások is értesülhessenek róla. Jó felkészülést az érettségi vizsgára. Hajrá!